1993. augusztus 13-án, pénteken 19 óra 4 perckor megkezdjük ma esti programunkat. A Duna és a Tisza vízállása változatlan. A külső hőmérséklet 25,5 fok. Következik Podhácki Dóra, citraművész. Mindenkinek. Hát most kezdődik igazán. Egyébként nem mondtam ám igazat. Sem a Tisza, sem a Duna vízállása nem változatlan, ide-oda ingadozik. De ez maradjon köztünk. Azt sem tudom, hogy hány fok van itt valakint. Csak azt akartuk bemutatni, hogy ebben a táborban milyen is a picitől a nagyig. Van, amikor a kicsi vezeti a nagyot, hát olyan is van, hogy a nagy vezetni a kicsit. Kedves mindannyian, elérkeztünk a gáláig. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttek. Kíváncsiak arra, hogy a gyermekeim, a hozzátartozói, mi mind benne foglalkoztat. Hát megpróbáljuk egyszerűen. Jó szokásunk az híven először azokat mutatjuk be, akik megőrizték ezt a szép népi hangszert. Akik, ha nem vigyázták volna óva ezt a tudást, akkor bizony nem volna most mit átadni. A tábor legkedvesebb, legszeretetre méltóbb tagjai következnek a Csipet csapat, akiknek a kapitánya ezen a héten Jós József. Kívánok Önöknek kellemet! Thank you.
érzékelték-e a mozdulatokat, hogy ilyen szépen egyszerre járt a kezük. Mind a két kezük, ezt nem tudom mutatni sajnos, mert éppen el van foglalva, de a jobb kezük, ugye milyen szépen mozdul. Azt megfigyelték-e, hogy milyen mozdulatrendszer volt. Azt nem figyelték meg. Na hát, innen nem mennek haza, hogy hölgyeim és uraim, hogy ezt meg nem tanulják. Minden esetre most megpróbáljuk. Ezt tudják-e például micsoda? Nem pengető, de hogy pengető. Nem ez a citera. Bár, akik idejöttek hozzánk, mint egy olyan 15-en ebben a turnusban, megesküdtek volna, hogy ez a, akár a citera is lehet, hát vagy az opera. Vagy. Hát így érkeztek ide. Nos, és most eljutottak oda, hogy meg tudják mutatni, hogy mit is csináltak a nénik és a bácsi. Mi volt ez a mozdulatrendszer? Érdekes volt ez a kis társaság. Hogyha valahol egy nagy kupac gyereket láttunk, az biztos, hogy onnan kellett alulunk kiválogatni a báti anyót, akinek egyébként ilyen kis bajusza van ám. Mert tiszta a jámbor, de ez a tiszta, ez eltűnt róla. Mint egy gyúkanyó úgy terelgette maga külön kis csibéit, és mi felnőttek, bámultuk azt a csodálatos anyai türelmet. Nos, Báti István, beszélek, Báti anyó, és csoportja következik. Mindjárt kiderül miért. Nézzék középen ezt a világ legnagyobb történet. Ha nem, és ezek a kis csöppek eljátszottak,
citerán ez a létező legnehezebb. Mert amíg ezt megtanulja, az nagyon nehéz. Aztán innen már egyre könnyebb. Egyre könnyebb. És mikor valaki eljut már egészen, mit tudom én, ugye, akár Beethovenig, az mindig egy picivel könnyebb. De ez, ez nagyon nehéz. Ráadásul akik most jönnek, ők már egy kicsit nagyobbak. Sőt, van köztük egy néni is, aki hát épp olyan gyerek volt a táborban, mint a többi egyenrangú. Mindenki gyerek volt. Sándor István néni következik, mondom, de hát nem biztosám, ugyanis lehet, hogy így nem is érti a nevét. De azt mondom, hogy a Palócica következik, azt megérti. Szép asszony, feleség, kétfelé kell vágni, úgy kell, hogy összekeverem mindegy. Aki múlt héten végignézte a mi gálaműsorunkat, emlékezhetjük, hogy itt Dobosi Éva fenyegette az egész tábort. És hát itt így változnak a rendfokozatok. Ezen a héten ugyancsak ilyen kis pöttemeket tanított, de nem kisebb sikerrel. Na persze, csinált ő azért mást is, majd kiderül a végén, de ezen a héten Dobosi Éva tanárnő úgynevezett kiskezdőkkel foglalkozott. Ők azok, akikről a nagymama azt hiszi, hogy zseni. Márpedig, hogyha nagymama és nagypapa azt mondja, akkor ott nincs mese. Onnan nekünk már csak egy dolgunk marad, ezt bebizonyítani. Hát íme. Dobosi Éva csoportja következik.
mint amit most hallottak. És ilyenkor persze a kis csoportvezető is vizsgázik, és jobban izgul, mint a hallgatók. De hogy miért is? Hát mindjárt majd ez bebizonyítja. Nem is olyan furcsa ám ez. Szeri Szilvia és csoportja következik.
Egyébként elárulom ám, hogy citerával játszani és közben énekelni, ez rendkívül nehéz. Mint általában hangszerrel önmagunkat kísérni, rendkívül nehéz. Sokat töprengtünk régen, hogy vajon belevágjunk-e ebbe a módszerbe, az oktatásnak ebbe a módszerébe, aztán egy kicsit gazember módra úgy gondolkoztunk, hogy egy kisgyermeknél érdemes a legnehezebbel kezdeni, mert nem tud róla. Egész egyszerűen abban nő bele, az válik számára természetessé, hogy ő énekel. Ennél fogva észre sem veszi, hogy tulajdonképpen egyszerre két tanfolyamot jár ki, megtanul énekelni, és közben élvezi, alkotja is a zenét. Úgy néz ki, hogy ez beválik. Tessék csak megfigyelni a következő csoportot, csak úgy visítanak. Imre Zsuzsa és csoportja következik.
azt a vádat, hogy ne talántán a gyerekek hamisan énekeltek volna. Nem. Isten, egy modern zeneszerzőt kértünk fel, hogy hangszerelje. Még azért akad majd itt egy-két olyan csoport, ahol a modern zene szelleme úgy bevetette a lábát, de hát Istenem, hát modern emberek vagyunk, de gyerekeket nem engedem battani. Kocsovszki Judikó és már nagyobb bacska csoportja következik, majd keresik meg már igaz Judikó. Thank you.
melyik mikrofonba kell, hogy beszélnek? Kettő van. Esküszöm, megszédültem, nem tudom kérdezni. Elhúztak az orrom előtti liter bort. Azért ne vagy komolyan vegyék, nincs semmi probléma. Hanem arról van szó, hogy ez a csapat, ez betanult borgőzös dalokat. Ez még csak hagyján. Hanem ez aztán egy betyárosan összeszerveződött csapat, mert Hantos Fejér megye, Szent Tamás, Vajdaság, Tiszakécske, hát az nem vicc, besétáltak, Vésztő, hát ugye könnyű volt összeszokni, így aztán könnyű. Még ez sem lett volna tehát semmiféle probléma, csak hogy van köztük egy férfeleség, és itt kezdődött a probléma. Hova állítsuk őket, hogy egyszer végre az a szegény férj nyugodtan tudjon borgőzös állapotba kerülni, ugye? Legalább a oltárban. Hát kitaláltuk nagy okosan, hogy egyik oda, a másik ide. Na de ezeken nem lehetett kifogni. Figyeljék meg, milyen patáliát fog neked csapni itt a színpadon, miközben szegény drága német Kornélia próbálja csendesíteni, összebékíteni. Német Kornélia és csoportja következik, borgőzös népdalokat a tudják.
értek ez a szegény férj, ugye? Nincs, nincs nyugta. Hadd meséljek el, közben még átrendődik a színpadon egy nagyon megrendítő és igaz történetet. Egyszer egy férj, nagyon a férfiak figyeljenek, egyszer egy férj a padláson rendezgetett, és ott a limlomok között talált egy öreg viharlámpát, és kezébe vette, ó Istenem, mondja, hát ez a nagyapámé volt. Aztán, mint az ember, mint az élet, kiszolgálta nagyapját, az apját, őt is, mi lett a sorsa, ide került a szemébe, Istenem. Úgy megsajnálta, fogtak és öreg viharlelt lámpát, levitte a konyhába, hogy meg megpucolja, megtörtént eset. Hát alig, hogy megdörzsöli a üveget, megjelenik a lámpa szelleme. Bizony. Hát persze, hogy megijed, de hát nem volt ideje szólni. Már a szellem mondta, hogy mit kívánsz, jó ember. Hát egy modern ember mit tud mondani? Hirtelen ötös a lotton. Szellem, halálra sértünk, mely maraságot. Hát ő mindent meg tud csinálni, ha kell, visszaforgatja az idő kerekét is. És ő szöget ütött a fejébe. Mert azért itt van ez az asszony. Ez egy jó asszony. Szép asszony. Csodálatos anya. Nagyon jól főz. De hogyha akkor nem késni 10 percet a randevúról, akkor most az még szebb lenne, még jobb lenne. Ó, na itt az idő. Visszaforgatni az időkerekét. Úgy is volt, rohant a randevúra, éppen még ott érte, nagy szerelem. 3 hónap múlva házasság, 3 hónap múlva az asszony megszökött egy csendőrre. Ez a szerencsétlen rohant utána, agyonverte mind a kettőt, lecsukták be a börtönbe, és ott szenvedett az Isten adta a kóterban, és ott töprengett, mire éppen elérkezett az a nap, ahonnan visszaforgatták az időkerekét, és úgy elgondolkodott, hogy Istenem, hát mi is ebből a tanulság? Hogy egy férj a konyhában ne törölgesse. Mikor én még kicsi voltam, de ez már nem történet. Ez a népdal csoport színe, amit játszik Prigyeni Pál és csoportja.
elképzelni, hogy vasárnap reggel elkezd megismerkedni egy ekkora létszámú kis csoport. Ezeket a rengeteg különféle hangszereket össze kell hangolni. Na ez is egy csoda. Szóval ahány szinte annyi fél. Ezek után elkezdik megismerni ezeket a népdalokat, mert hiszen ezek közül egyet sem ismertek. Meg kellett tanulniuk. Nem elég, hogy megtanulták elénekelni, nem elég, hogy megtanulják eljátszani, hanem még ráadásul észreveszik, hát már pedig nyilván észreveszik, hogy egy-egy kis zeneszerzői remek művek szólalnak meg, feldolgozások. Nem csak citera játék folyik itt, hanem a citera egyben kísérő hangszerré is válik. Egy zenekar kísér egy kórust. Jó lehet, ugyanazokról van szó. Hát én nem tudom, hogy hegedűsök meg tudnánk-e ezt oldani, nem valószínű. És mind ezt már tegnap délelőtt hangfelvételen rögzítettük. Ez valami elképesztő teljesítmény. Igazán a kis csoport vezetők előtt nyugodtan leemelhetjük a kalapunkat. Bódi György, a ifjú barátom csoportja, meg aztán pláne jókedélyű csoport választott kortobágyi népdalokat, ahol aztán már egész komoly zenei kísérlet folyik, nem csak egyszerűen kíséri, nagyon szépen meg van harmonizálva, hangszerelve. Bódi György saját hangszerelését fogják tenni. Bódi György és csoportja következő. Oh.
tudás, az egy külön tudomány. Szimpatik negancia, az egy fél győzelem, és azt is tanuljuk. Ez mind belettám gyakorolva. Egész délelőtt ezzel dolgoztunk. Nagy vita van a körül, hogy a magyar népdalok kívánnak-e harmóniát, vagy nem kívánnak. Ez még nem dőlt el, hála Istennek. Úgyhogy még ezen egy pár száz évig remélem, hogy elvitatkoznak a tudósok. Minden esetre most kontrasztként egy olyan népdalcsokor, kolozsvári, erdélyi népdalok következnek, amelyek nincsenek harmonizálva. Mindössze egy kánon fordul elő, tehát itt teljes tiszta eredeti szépségével szólal meg a népdal. Ennél fogva sokkal nehezebb előadni. Hát a kis csoport vezető, mit mondja? Hát jó, úgy elmegy tulajdonképpen, de a férje. Hát egy ilyen. Az rohadt szerénység ne fogna vissza, olyanokat tudnék mesélni, de hát most ezzel húzzuk az időt, mert ugyanis ez a csoport ráadásul kedden még végtelenül el volt keseredve, hogy ezt a nehéz csokrot az életben meg nem tanulja, aztán úgy begőzöltek hirtelenében, hogy még egy szorgalmi feladatot is elvállaltak pluszként. Az egyetlen ilyen kis csoport, le a kalappal kivéve persze a tábori zenekar. És úgy beszéltük meg, hogyha véletlenül, mert soha nem lehet tudni, előfordulott a legjobb szándék mellett is, hogy valamelyik néző véletlenül eltapsolja magát, abban a pillanatban ráadást adnak. Ez lesz a ráadás, ez az a bizonyos szorgalmi feladat, tehát az erdélyi népdalok, illetőleg 18. századbeli magyar táncok. Csoportvezető, nem is mondta. Pribojszki Mátyásné és csoportja követi.
Köszönni szépen a táborlakókat. Tudják a kötelességüket. Látják ilyen fegyelmezettek? Külön, hadd beszéljek önöknek arról, itt egy kis színpad átrendezés folyik, hogy igen, testenek kimenni valóban. Köszönöm szépen. Tehát egy olyan korszaknak a zenéjét fogják hallani, amikor az egyház és a világ összeütközött. Tulajdonképpen az egyházi zene és a világi zene összeütközött. A barokk korszakról van szó, amikor kezdett beszüremlenni Magyarországra is, immáron a mindenféle világi huncutkodás. És ezek a betyár diákok elkezdtek olyat énekelni az ablak alatt a kislánynak, hogy ha kertetben lehetnék a kis kertecskétben, hát persze leány tudta, milyen kertről van szó. És tökéletesen megértették egymást ilyen virág nyelven. Aztán persze ebből a virág nyelvből szép lassan kialakult egy egészen új műfaj, a virágénekek, és ez mellett pedig a szalonokban, az arisztokráciánál kialakult a tánc. Amikor már nem csak a parasztok csürdöngöltek a csűrben, hanem a palotákban megkezdődtek a palotai táncok, a palotások. Persze nem úgy indult ez, hogy mától kezdve 1830-tól megszületett a palotás zene. Megelőzte ezt egy olyan korszak, amikor is meg kellett tanulni Európától a harmonikus zenét, egyáltalán a finom, kellemkedő tánczenét, a barokk zenét. Az első igazi úgynevezett ungareszkákat, tehát a magyaros tánczenét nem is magyarok írták. Többnyire olaszok, flamandok, de mondhatni még több ilyen nyugat-európai népet is. Míg le aztán megszülettek az első igazi, magyarok által megírt, magyaros jellegű barokk tánczenék, a 16. század közepe vége táján, 17. század elején. Ezek nagyon kedvesek, nagyon mélesek, nagyon tetszetősek. Ilyenből hallanak most önök egy összeállítást, igényes összeállítást. Koncz László, ifjú kedves barátom, kinek nagy tisztelője vagyok, szerkesztésében és hangszerelésében, és természetesen betanításában. Koncz László és csoportja következik. A táborlakokat ismételten kérem, hagyják el a termet, tudják a kötelességüket, kivétel nélkül.
és uraim, a tábor egyik fénypontja következik, az úgynevezett tábori zenekar. Az elmúlt héten Mozart egy kis éjzene című művének első tételét játszotta az akkori tábori zenekar. De nálam úgy illik, hogy mindig egy picit tovább lépjünk. A mostani tábori zenekar túl nagyot lépett. De nem akkorát, hogy a végére ne értek volna. Most az más kérdés, hogy eközben befástizott kézzel jártak, hiszen éjjel-nappal tanultak. Viszont, amit most önök hallanak, ha valaki nekem, aki harcoltam azért, hogy valaha a citera hangversenydobogóra kerüljön, én magam is bolondnak neveztem volna, még 2 évvel ezelőtt is. Mozart G-moll szimfóniájának első tételét fogják hallani. A művet átírt a citera zenekarra Koncz László, betanította és vezényli Urbán Zoltán citera művét. Thank you.
van már hangom. Egyrészt a Game of Symphony, és másrészt pedig ez a két hét éppen eléggé kikészített ahhoz, hogy legyen hangom. Egy valamit nagyon fontosnak tartanék elmondani most, azután, miután tényleg megszólalt ez a darab. Hogy most már elárulhatjuk önöknek, hogy ez az eszméletlen vállalkozás volt, és nem is voltunk benne biztos, hogy egyetlen meg lesz-e. Szóval most vagy belebukunk, vagy nem. És itt az alkalom, amikor meg kell köszönnöm egyrészt Koncz Lászlónak, hogy citarára átírta ezt a darabot, hogy egyáltalán megpróbálhattuk, hogy tudunk-e vele birkózni. És megköszönném egyrészt az egész héten tábori zenekarban dolgozó, próbáló embereknek, másrészt az egyébként kis csoportvezetői munkát végző, és délután, illetve minden este, éjfélig, fél egyig ott tudó lenni csoportvezetőknek, akik bírták energiával, bírták erővel, hajtotta őket a büszkeség, ha már más nem, hogy akkor is meg lesz a Game of Symphony. Hát köszönöm szépen itt most, tehát az ünnepélyes pillanatban mindenkinek, mert végül is, ha ők nincsenek, akkor ez a Game of Symphony nincsen. Köszönöm szépen. Megbocsátják, hogyha most néhány percig önöket magukra hagyjuk, mert nem akarom itt fölösleges szófecsérléssel elütni az időt. Legfeljebb annyit hadd mondjak el, mégis hogy legyenek némileg tájékoztatva. Múlt héten 147 hallgatónk volt, ezen a héten pedig 169. Többen is jelentkeztek, de sajnos voltak olyan, akik megbetegedtek. Olyan is volt, szomorúan mondom, aki ideutaztában autóval esetet szenvedett. De hát hála Istennek végre megértük azt, hogy jöttek Kárpátaljáról, ma este egy szerepel két erdélyi kislány, és külön öröm, hogy a háború sújtotta másik világból Szent Tamásról ide tudtak jönni. Hát ott náluk viszonylag béke van, itt azonban teljes. Természetesen tudják, a tábori csokor készülődik, hogy kérem, legyenek egy kis türelemmel, és tudják, hogy itt most zárt üdvöny. Embernek fölmennie a színpadra, hát egy rendkívüli nehéz dolog, és a szép is legyen, fegyelmezett is legyen.
ezzel én itt ma esti műsorvezetői házigazdai tisztemet íme betöltöttem. Betöltöttem táborvezetői tisztemet is. És szeretnék elköszönni önöktől. De nem csak önöktől. Csodálatos esztendők fűznek ide Tiszakécskéhez. Ma este Tiszakécskétől is elbúcsúzom. Elbúcsúzok sok mindenkitől. És köszönöm a citerás társaimnak, gyerekeknek, felnőtteknek, hogy eddig bíztak bennem, és remélem, hogy jövőre Tiszakécske városa ennél sokkal különbül meg fogja rendezni az itteni 10. évfordulót. Mérkülem. Mindenkinek nagyon sok boldogságot kívánok, és különösképpen citerás társaimnak, és Urbán Zoltánnak egész életére kívánok ugyanilyen sikeres, csodálatos estéket. Köszöntöm Önöket!